estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Ülésezett ma Debrecen város képviselőtestülete, napirenden volt többek között a repülőtér tulajdonba vétele és az 5 holdas pagony játszótér teljes felújítása is. Többek között ezekről is beszélgetünk vendégeimmel, Balázs Ákossal, a Fidesz-KDNP önkormányzati frakció vezetőjével és Kőszegi Csanád Ábellel, a Jobbik képviselőcsoportjának vezetőjével. Jó estét kívánok az uraknak! Szép estét! Jó estét kívánok! Na hát ugye 22 napirendi pont volt, ezek közül ami leginkább vitát kiváltott, az a repülőtérrel kapcsolatos előterjesztés. Itt ugye arról van szó, hogy többségi tulajdon szerezne a város a repülőtérben. Beszéljünk először arról, hogy tulajdonképpen mit is tartalmaz az előterjesztés, és aztán arról, hogy mit kell ezen, vagy mit lehetett ezen vitatni a közgyűlésben. Tulajdonképpen ezzel a döntéssel egy új szakaszba tépett a debreceni repülőtér fejlesztése. A döntésnek az volt a lényege, hogy önkormányzat az üzemeltető cégben többségi tulajdont szerez. Gyakorlatilag erről döntött a közgyűlés, és tulajdonképpen ezt egységesen mindenki támogatta. Ettől függetlenül vita alakult ki a közgyűlésben, de az nagyon fontos üzenet megint csak a külvilág felé, hogy egy ilyen fontos kérdésben egységesen tudtunk dönteni. Nagyon fontos elmondani azt a repülőtér kapcsán, hogy nagyon szépen alakulnak az utas létszámok, a jövő évre akár a 650 ezeret elérheti, 2020-as évek közepére akár az 1 milliós szintet is elérheti, és hát az indokolta ezt a döntést, most így először röviden, hogy Debrecenben azt mindig tudtuk, hogy ez a repülőtér egyszer nagyon fontos stratégiai pont lesz, és ez látszik is mind a turisztikai, mind pedig a befektetői tárgyalások során, hogy nagyon fontos, hogy Debrecenben van egy nemzetközi repülőtér, azonban ahhoz a ponthoz érkezett maga a fejlesztésnek a szükségessége, ami nagyon sok forrás bevonását, állami forrás és önkormányzati forrás bevonását igényli, és emiatt javasolta az polgármester úr, hogy a város kerüljön újra többségi tulajdonba az üzemeltető cégben. Ellenzéki vélemény? Abban, ahogy elmondta a frakcióvezető úr is, nem volt vita az ellenzéki pártok között, hogy valóban önkormányzati tulajdonba kell ismét venni a repülőteret. Inkább arról volt szó, és erről elég sokat vitatkoztunk, és majdnem minden egyes ellenzéki hozzászólásban megjelent, hogy nem láttuk eléggé előkészítettnek olyan szempontból, hogy az előterjesztésben nem látszott az, hogy jelenleg milyen állapotban van ez a cég, milyen szerződésekkel rendelkezik, milyen hitelállománnyal, milyen kötelezettségekkel rendelkezik, és erről még kérünk tájékoztatást a jövőre nézve, de abban mindenki egyetértett, hogy pár 7 évvel ezelőtt a közgyűlés megszavazta, hogy eladja a repülőtér üzemeltetését, most pedig visszavesszük, hiszen jelenleg olyan állapotban van, azért aki debreceni, az mindenki tisztában van vele, hogy már egészen sok repülőgép járat indul innen Debrecenből, ez mindenkinek az érdeke is. Sajnos maga a repülőgép terminál és a repülőtér azért nincs olyan állapotban, hogy ez ilyen nemzetközi normáknak megfeleljen, ezekre pénzt kell költeni, amit a jelenlegi tulajdon a saját állítása szerintem hajlandó, vagy nem akar, vagy nem tud finanszírozni, ami végül is érthető is olyan szempontból, hogy miért ő fizesse, amikor egy jó részét a város aratja majd le ennek az előnynek. És így aztán polgármester magyarázatot is adott arra, hogy miért van erre szükség, mert ez mondom, hogy nem derült ki világosan az előterjesztésből, tehát most úgy fog működni, hogy a város megveszi egy ilyen végülis jelképes összegért, 1,5 millió forintért veszi meg az üzemeltető cég 50%-át, viszont utána állami forrásból vagy uniós forrásból, ezt még pontosan nem tudom, fog épülni még a jövőben egy másik terminálépület, szélesíti a kifutópályát, és gondolom még egész más fejlesztések is lesznek. Erre ígéretet kaptunk polgármester úrtól, hogy tájékoztatni fog minket, mondom első körben a képviselőket, amíg nincs róla hivatalos döntés, és gondolom nem titkolózásról van itt szó, hanem amíg nincsen még biztos kormány és uniós döntés arról, hogy pontosan mi fog történni, addig legalább valami előzetes tájékoztatást kapunk arról, hogy mi fog itt történni végül is a repülőtéren. De így ez legalábbis engem meggyőzött. Tehát ennyi bizalom nyilván van köztünk, hogy így megszavaztuk és támogatjuk az előterjesztést. Szerintem ez a város szempontjából jó lesz, és azért a Jobbik mindig azon a állásponton állt, hogy nem szabad privatizálni stratégiai ágazatokat, mint például a repülőtér is, ez kifejezetten az.
Lehet abban rizikó, hogy többségi tulajdon szerez egy cégtől a város? Tehát lehetnek olyan dolgok a háttérben, amit nem lehet kideríteni előre, vagy nem lehet feltérképezni? Eddig is volt egy 25%-os érdekeltség ebben az üzemeltető cégben az önkormányzatnak. Ennél fogva teljes rálátásunk volt az üzemeltetéssel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy nem lesz ilyen, nincsen ilyen kockázat. Azonban azt látni kell, hogy még az előzőekhez fontos adalék, hogy mi mindig hittünk abba, hogy ez a repülőtér egyszer nagyon fontos lesz a város számára. Az elmúlt években, évtizedekben jelentős, évente 3-400 milliós fedezetet kellett az önkormányzatnak biztosítani, hogy a repülőtér működjön. Hittünk abban, hogy egyszer ez működni fog. Nagyon sok erőfeszítésbe telett az, hogy egy nemzetközi állandó határnyitású repülőtér legyen Debrecenben. És eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltuk 2013-ban, hogy érdemesebb bevonni szakmai befektetőt, hogy könnyítsünk az önkormányzat terhein. Ezt a konstrukciót mondjuk most föl, de hangsúlyozom, hogy ez a szakasz is fontos volt, hiszen elhangzott a közgyűlésen is, hogy olyan 1 milliárd forintot fordított a repülőtér fejlesztésére, üzemeltetésére időközben is ez az üzemeltető cég. Tehát ez a konstrukció nem volt rossz, nem ezért kellett megváltoztatni, azonban most olyan léptékű fejlesztések jönnek Debrecenben, gondoljunk csak a BMW gyár fejlesztésére, ami miatt a kormányzat is azt mondta, hogy igenis kell fejleszteni még a repülőteret, nagyon komoly forrásokat kell bevonni, és ennél fogva a polgármester úrnak teljesen érthető az a javaslata, hogy ha közpénzt rakunk bele ilyen mértékben ráadásul, akkor ezt érdemes újra önkormányzati kézbe venni, és ez az a szakasz jön, amire utaltam a beszélgetés elején, ami egy nagyon fontos szakasz a repülőtér fejlesztésének, amikor el tudjuk érni a 1 milliós utasszámot, ami ahhoz kell, hogy egy repülőtér önmagát is fent tudja tartani. Ez szolgáltatások fejlesztésével jár, azon túl, hogy új terminál épül, kell, hogy legyenek ott szolgáltatások, amik jelenleg nincsenek. A repülőtér kifutópályát is javítani kell, a parkolási feltételeket, hogyha valaki gépjárművét szeretné elhelyezni. Tehát ebben is egyetértés volt a közgyűlésben. Úgy ugyan büszkék vagyunk az elért eredményekre, de ahhoz, hogy ez valóban egy hosszú távon régió központhoz méltó repülőtér legyen, ami azért üzemeltetés szempontjából akár saját magát is fent tudja tartani, ahhoz bizony ezt a döntést meg kell hozni. Most akkor találjunk is még egy pillanatra, mert itt mind a ketten már arról beszélnek, hogy milyen új repülőtér lesz Debrecenben. Nyilván ez a nézőket is nagyon érdekel, hogy ez a fejlesztés léptékben mit jelenthet. Tehát egy nagyobb terminál, egy látványosabb repülőtér több szolgáltatással, nem tudom én, több repülőgép fogadására alkalmas, vagy mégis milyen dimenziókig mehet el a debreceni repülőtér? Ezzel kapcsolatban van-e már elképzelés? Nem sokan érkezik a második bázis repülő tulajdonképpen, ugye a Wizz Airnek a második gépe, de ez, hogyha fölmegy a utaslétszám 1 millióra, akkor ez még további bázis repülő ide helyezését fogja jelenteni. És hát a világban, akik járnak, látják, hogy milyen kisebb repülőterek vannak, amik egyébként nagy forgalmat bonyolítanak le, de itt akár a régióban is versenytársainkat említve is meg lehet ezeket nézni, tehát kellenek szolgáltatások, ez egyértelmű, minőségi ugrást kell végrehajtani a repülőtéren. Minden a szolgáltatások minden spektrumában javulás fog érződni, és hát ez nagyon komoly változtatásokat igényel, és hát a kormány is nem régiben arról nyilatkozott, hogy az elszükséges forrásokat minden tekintetben, nem csak a repülőtér, hanem közlekedésfejlesztési tekintetben is biztosítja ahhoz, hogy Debrecen valóban régió központ legyen, és azokat az igényeket is ki tudja elégíteni, amit egy német család, német üzletember érkezik Debrecenbe, akkor ugyanazokat a körülményeket kapja, mint otthon. Ezzel kapcsolatban kérdés lehet az is, hogy az üzemeltetést azt majd hogyan adja meg a város, ha már többségi tulajdonos lesz. Valóban, és pont itt az előbb merült föl műsorvezető úr részéről is a kockázat kérdése, és igen, ebben van kockázat, hiszen ahogy eddig láttuk, benne volt az előterjesztésben, és ez ismert, hogy eddig is a városnak is ki kellett egészíteni több 100 millió forint a repülőtérnek az üzemeltetését, veszteséges volt. És valószínűleg ez a jövőben is így lesz. Most az az ígéret, nyilván is erről beszélt frakcióvezető úr is, hogy ha 1 milliós utaslétszámot elér a repülőtér, akkor nyereséges lesz. Hát reméljük, ez így, vagy legalábbis nem lesz veszteséges, de reméljük, így lesz. És ez azért is fontos, mert ha jól értettem itt a magyarázatot a közgyűlésen, akkor van valamilyen új uniós szabály arra, hogy
vagy 2024-ig, vagy pedig 1 milliós utas létszámig van lehetőség egyáltalán Debrecennek a repülőtérnek a veszteségének a finanszírozására. Ezt mindenképpen el kell érni addig, ez kockázat, mert hogyha ez addig nem történik meg, akkor abból azért problémák lehetnek, hiszen akkor ki tudja, ki finanszírozza a dolgot. De ott van emellett egyébként egy nagyon jelentős mértékű állami támogatás is, ami a polgármester úr ígérte szerint is ez fix, tehát ezt nem veszi el senki. Viszont igen, amíg veszteséges, addig a város fizeti a veszteséget, ezt viszont nem teheti meg csak egy bizonyos ideig. Ugye itt akkor felmerül az a kérdés, hogy a finanszírozásból is kiveszi a részét az állam, vagy csak mondjuk a fejlesztéshez ad majd támogatást? Vannak olyan szolgáltatások, amelyekbe az állam most is ad támogatást, ilyen például a tűzoltóság biztosítása a repülőtéren. De valóban rejt kockázatokat azért a üzemeltetés a repülőtérnek, de ha hiszünk magunkban, ugye mi ezt tettük, és gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt, ha valaki azt mondja, hogy ez a repülőtér 650 ezeres nem sokára 1 milliós forgalmat fog bonyolítani, akkor valószínűleg nem hittük volna el neki, vagy kevesen hitték volna el. De ez a cél, hogy ezt a számot elérjük, és akkor minimális kockázata lehet annak, hogy az üzemeltetés biztosítja a forrásokat. Egyébként van erre céldátum kitűzve, hogy az 1 milliót azt mikorra kellene elérni, vagy minek van realitása ilyen szempontból? A 20-as évek közepére, 2020-as évek közepére szeretnénk ezt elérni. De ez a gazdasági növekedés, ami Debrecenben tapasztalható, ez olyan fejlesztéseket tud még magával hozni, amik lehet, hogy felgyorsítják ezt a folyamatot. Bízunk abban, hogy ez a fejlődés nem fog megállni, és ezek a cégek további beszállítókat hoznak magukkal, ami további utasforgalmat generál, és hát a turisztikai adataink is nagyon szépek, ez is valószínűleg folyamatosan fog növekedni. Repülőtér kapcsán volt-e még bármiféle fenntartása a ellenzéki oldalon? Igazából ez volt a lényeg, amit már elmondtunk, és nyilván azért támogattuk végül is az előterjesztést, mert bízunk abban, amit elmondott frakcióvezető úr is, hogy valóban elérjük ezt az 1 milliós utas létszámot, és nyilván az lenne a cél, hogy a városlakóknak is jó legyen, a utazhassanak innen, ne legyen veszteséges, ne kelljen a városnak belepótolnia, nagyon fontos, és azért hosszú távon nyilván az a szempont, hogy itt Debrecen ne csak egy ilyen kis repülőtér legyen, hanem az egész régiónak az ellátását biztosítsa, amire most egész jó esély van, hiszen nagyobb repülőtér az mégis Ferihegyen van a közelben, és én nagyon szeretném, hogy ez Debrecenből minél több helyre mehessen, aminek elsődleges állomása szerintem az lesz most, hogy kell még egy terminál, hiszen a jelenlegi az már nem elég a kiszolgálására az utas forgalomnak, véleményem szerint. Nagyon fontos dolog az, hogy köszönjük meg a debrecenieknek is, hiszen a város pénzéből tudtuk nagyon sokáig fejleszteni a repülőteret, aztán ugye beszállt egy befektető, de hát ez egy közös ügy a debreceniek számára, és mindannyiunk számára jó, és hamarosan ennek kézzelfogható eredménye is lesz, hiszen olyan új munkahelyek jönnek létre Debrecenben, ahol jó fizető állásokat tudnak kapni gyakorlatilag, és hát a BMW beruházás kapcsán is többször elhangzott, hogy a repülőtér nagyon fontos volt a döntés meghozatalában. Na hát akkor bízunk benne, hogy valóban minél hamarabb meg lesz az 1 milliós utasszám. Menjünk tovább, már csak azért is, mert itt ugye a felvezetőben én beharangoztam, hogy az 5 holdas pagonnyal is foglalkozunk, ami nem tűnik olyan jelentős napirendi pontnak, de hát mégis a családok számára fontos lett, és én is, mint kisgyerekes apuka tudom, hogy az már most is egy jó hely, hát még hogyha fejlesztik, ráadásul 1,5 milliárd forintból, az az összeg, ez azért elég szép, nagy ahhoz, hogy itt aztán nyilván egészen látványos fejlődés legyen. Így van, és ráadásul érkezett egy jó hír, hiszen még az előterjesztésben egy 1,250 millió forint szerepel, de érkezett a hír reggel, hogy ez közel 1,5 milliárd forint lesz. Ezzel tulajdonképpen Debrecen turisztikai vonzerejét szeretnénk javítani, növelni, és a családosok számára lesz ez egy igazán vonzó turisztikai célpont. Természetesen mi debreceniek is tudjuk használni, de nyilván ez látszik, hogy a turizmusban nagyon jelentős szeretet képviselnek a családos magyar családok, vagy akár a külföldi családok is, és szeretünk volna olyan kínálatot biztosítani a Nagyerdőn, ahol ők is megtalálhatják a kedvükre való elfoglaltságot,
így aztán kialakításra, tehát gyakorlatilag a teljes ötoldas pagony játszótér megújul. Lesz egy olyan mesevilág játékvár, ami egy teljesen egyedülálló attrakció lesz ebben a régióban, ami egy elég nagy területű 500 négyzetméteres teret jelent, ahol gyakorlatilag rossz idő esetén is lehet programokat készíteni, nagyobb termek, kisebb termek, élményvilág fogadja majd itt a gyermekeket. Ezen túlmenően lesz olyan része a pagonynak, ahol egy ilyen kerékpár bringapálya fog kialakulni, de olyan is lesz, ahol a gyerekek kicsiben ilyen szakmákat az ő méreteikhez igazodva tudnak meglátni, bemenni akár egy postai hivatalba, vagy kipróbálni azt, hogy milyen a nagyok világa. És gyakorlatilag egy teljes megújuláson fog keresztül menni a játszótér, és hát a nagy erdő szívében egy fontos újabb szolgáltatás lesz. És akkor ami a legfontosabb, hogy fedett része is lesz ezek szerint, tehát 4 évszakossá válhat kvázi ez a 5-holdas pagony. Ellenzéki oldalról szintén, mint kisgyerekes édesapa. Így van, pontosan. Ez megint egy olyan előterjesztés, mint ahogy elég sok van itt újabban a műsorban, amire nem lehet mit mondani ellenzékből. Nagyon-nagyon örülünk neki. Na, külön, hogy 1,5 milliárd forintot költünk egy ilyen játszótérre. Arra azért tényleg kíváncsi leszek, meg szerintem a nézők is azok lesznek, hogy lehet 1,5 milliárd forintot elkölteni ilyesmire. Reméljük, nagyon jó lesz, és még ugyan terveket nem láttunk, de én nagyon bízom benne, hogy ez egy nagyszerű játszótér lesz, és oda hordhatjuk a gyermekeinket, én is nagyon szeretném oda vinni. Egy dolog még itt az adás végéhez közeledve, ugye ami már szintén előkerült korábban, de most már meg is szavazta a közgyűlés, hogy Szent Istvánnak szobra lesz Debrecenben is. Ez ugye pont polgármester úrnak volt az egyik hiányérzete, ha lehet így fogalmazni, augusztus 20-a ünnepségen. Igen, ezt akkor jelentette be polgármester úr. A Dózsa-Nádor téren lesz ez a szobor elhelyezve, ugye erre a korábban a kulturális bizottságot kérte fel a közgyűlés, hogy találják ki azt, hogy hol lesz ennek a legjobb, legméltóbb helye Debrecenben, és a megújuló, hamarosan megújuló Dózsa-Nádor téren kap helyet majd ez a szobor, és hát jövő év augusztus 20-ára fog elkészülni, vagy akkor fogjuk felavatni majd ezt a szobrot. Debrecen szellemiségéhez méltó, és igenis kell, hogy legyen Szent István szobrunk. Úgyhogy erről döntött a közgyűlés, hogy az erre vonatkozó pályázatot meghirdeti, és a művészek számától várja a pályamunkákat. Gondolom, hogy ellenzéki oldalról ez sem egy olyan téma, ami vitát kavart volna. Nem lehet ezzel vitatkozni. Természetesen arra kíváncsi vagyunk, hogy hogy fog kinézni a szobor, ezt várjuk. És azért akkor az is kiderült ebből az előterjesztésből, hogy ha minden igaz, akkor jövő év nyár végére, akkor a Dózsa-Nádor térnek is el kéne készülnie, hiszen valahol föl kéne állítani a szobrot. Lehet, hogy talán ez fontosabb is a városlakók szempontjából, hiszen mi is most láttuk először, én legalábbis képviselőként most láttam először egy olyan helyszínrajzot, egy tervet arról, hogy fog átalakulni a Dózsa-Nádor tér és a hozzá csatlakozó Csapó utcának az eleje, amivel meg is egyetlen problémám van, az, hogy, és ez elhangzott a közgyűlésben is, hogy lehetne több zöld felület, hiszen itt megint elég sok térköves burkolat lesz. Nyilván ezt polgármester úr elmagyarázta, hogy miért van erre szükség. Ennek ellenére én nagyon-nagyon örülnék, hogyha Debrecen belvárosában egyszer lenne egy olyan park beruházás, vagy egy olyan beruházás felújítás, ahol mondjuk 5% a fedett díszburkolattal fedett rész, a többi pedig fa és fű és növények. De tehát ettől eltekintve egyébként érdekes előterjesztés volt, és persze támogattuk. Ezek szerint a Dózsa-Nádor tér felújítása rövidesen elkezdődik? Így van, és nyilván most nem, ez az előterjesztés nem arról szólt, hogy itt részletesen megismerjük a terveket, de hogyha fogjuk látni majd ezt jobban, illetve hát még nagyon fontos ez, hogy a Csapó utca is megújul gyakorlatilag. Ilyen szempontból lényegesen sokkal több zöld terület lesz, mint ami most van, és egy olyan belvárosi környezet lesz, ami tovább tudja növelni azt a területet, ami sétáló övezet Debrecenben, és olyan szolgáltatások tudnak itt is megtelepedni, mint amik a Fő utcán már vannak. Itt minőségi éttermekre gondolunk, vagy akár a virágpiacnak az elhelyezése megoldódik, ami szintén
egy külföldi városba, ha elmegyünk, akkor meg szoktuk nézni a virágpiacot. Bízunk benne, hogy Debrecenben is ez így fog kialakulni, hogy akár az is egy ilyen turisztikai hely lehet, ahol érdemes elmenni és megnézni. Ott abban a városban, ahol egyébként virágkarnivál van. Na hát akkor végére is értünk a beszélgetnivalónak, meg a műsoridőnek is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak ezúttal is velünk. És köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a közügy mára. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!